Sziasztok, Andi vagyok! Itt is lennék a Sims 4 100 baba kihívás következő részével. Ugye az előző részt azt ott abba, hogy megnéztük itt ezt a kis város részt, illetve megvártuk azt, amíg ugye Grétának egy kicsit jobb hangulata lesz. Ugye videón kívül egy kicsit játszottam is pont emiatt, hogy ne legyen most itt a résznek a felé körülbelül szomorú. Ugye meghalt az anyukája, szóval nyilvánvaló, hogy elég sokáig rajta volt hogy ez a negatív effekt, viszont ahogy láthatjátok, most már és hangulatban van, és be is költöztet az új apukákat, amiket küldtetek, szóval elméletileg semmi akadálya annak, hogy akár ebben a részben már babázzunk. Én legalábbis nagyon-nagyon szeretném, hogy ebben a részben már babázzunk, úgyhogy szerintem nem is húzom tovább az időt, és a trollkodás helyett csináljunk valami produktívabbat. Remélhetőleg fel tudunk menni hozzájuk, csak úgy. És közben elkezdtünk itt grillezni. Amúgy nagyon sokan írtátok azt, hogy a grillsütő nem jó, mert ki fog gyulladni. Én azért reménykedem benne, hogy nem fog kigyulladni. Azért ez egy elég jó minőségű grillsütő, és talán tudjuk is majd fejleszgetni később annyira, hogy ugye ez ne is gyulladjon ki. Úgyhogy remélem, remélem nem ez lesz majd a halálnak az oka. És humorfesztivál van. Lehet, hogy akkor oda kellene inkább most ellátogatnunk. Na mindegy, mindegy, akkor menjünk, menjünk az apukákhoz, hát remélhetőleg nem mindegyik megy most a Humor Fesztiválra. És azt hiszem ide, igen, ide költöztettem be őket. És ez a Grétának férje család, itt láthatjátok, hogy elég sokan vannak, vannak nagyon helyesek, vannak egészen átlagosak, és vannak nagyon furák. Például Matyi. Matyi például nagyon fura, de András is. Bagoly András. szóval ja, vannak, vannak érdekes arcok. Igyekeztem egyébként tényleg olyanokat is választani, amik ilyen, ilyen nagyon szép fiúk, igyekeztem olyat is választani, ami viccesebb, igyekeztem olyat is, ami teljesen átlagos, szóval jó felhozatal van, én azt mondom. És ő de fura itt a fal. Ők amúgy itt kint laknak? Tehát itt a folyosóval költöztek be. Mm, Oké. Okay. Na melyik, melyik, melyik úri ember lenne ez talán nekünk a legjobb? Itt van például Móriczka, aki úgy néz ki, mint egy kalóz. És ki is van rúzsozva? Hát, ismerkedjünk vele. Nézzük meg Móricskát. Szomorú, valamiért. Miért vagy szomorú? Ah, mm. Esetleg, ha a számot cserélünk, akkor is szomorú lesz, vagy akkor még szomorú. Valahogy jó lenne talán akkor uh, felvidítani, meg jó lenne meg is ismerni, mert lehet, hogy nagyon-nagyon rossz tulajdonságokkal rendelkezik. Gyerekes. Aha. Jó, hát nem tudom, hogy nekünk az most itt mennyire előny vagy hátrány. Akkor beszéljünk vele ilyen melankólikus dolgokról. Hát ha... Igen, oké, most boldoggá változott. És akár... Akkor egy kicsit jobban meg is ismerhetnénk, de amúgy elég lassan megy fel a barátmutató is. Lehet, hogy az lenne a legjobb, hogyha őt most áthívnánk magunkhoz, csak lehet, hogy még nem vagyunk annyira jó barátok, hogy csak úgy átjöjjön. Úgyhogy akár megkérdezhetnénk a napjáról, meg felvidíthatnánk, meg megdicsérhetnénk a ruháját. Tudjátok, ezek a szokásos dolgok, Utána szerintem akkor már majd, majd át fog hozzánk jönni. De most megint, megint szomorú lett. Megkérdeztem a napjáról és szomorú lett. Jó, akkor menjünk haza. Mert amúgy is el kell mennie most mozsúban nagyon Grétának. És hát elég ciki lenne, hogyha itt az összes jövendőveli apukájára bepísélnénk. De amúgy nem értem miért tobzódnak ott a folyosón. Tehát, hogy... Elméletileg ők ott laknak. De gondolom nem a folyosóra költöztettem be őket. Sőt, hát alapból, ugye, be kellene, hogy ilyenkor invitáljanak. Ja, nem fürödni akar, nem pisilni. Boldog, mert. Mert van bidé a WC-ben. Hát ez fantasztikus. Jó, örülök, hogy, hogy ennyire, ennyire megnyugtat téged ez a tény, és ennyire boldog leszel ettől a dologtól. Most akkor próbáljuk meg áthívni ezt a srácot. Moritzka Grétának férj. Egyébként hasonló haja van, mint Johnnak. Hát remélem át fog jönni. Egyébként az a fura... Jó, átjött. Szóval az a fura, hogy elméletek ugye ezen a telken, nekem nem kell azért fizetnem, hogyha ugye jön a kertész, vagy a takarító. De a játék elején, amikor beléptem, akkor 55 simoleont levont a takarító, szóval nem tudom, hogy akkor ez most pontosan hogyan is működik. Lehet, hogy csak heti egy alkalom ingyenes, de, de ez annyira azért nem király. Mert ugye ez nem is megváltoztatható lotrét, szóval ez, ez itt marad, akkor is, hogyha én másra szeretném megváltoztatni. É, jó, esetleg most talán jobban egymásra tudnánk hangulódni. Ó, igen, a tűz, a tűz azt segíteni fog, az valószínűleg romantikus hangulatba fogja őket hozni. Meg. Akár ide rakhatnánk egy füstölőt is, és akkor azzal könnyen meg tudnánk ezt is oldani. És tudom, hogy nem szeretitek, mert mindig fe felgyullad, meg minden ilyesmi, de... De étekem, hogy ez most hasznos lesz, ez most nagyon hasznos lesz itt nekünk. Na nézzük a romantikus szandálfát. És, aha... Flörtölős hangulatba jöttünk. Mi is, és ő is. Szerintem innentől kezdve már nem lesz probléma. Miért adunk neki párkapcsolati tanácsokat? Szerintem a legjobb párkapcsolati tanácsa az lenne, ha összejönnénk. Ez az. Jó. Nagyon flörtölős hangulatban van. És talán most már el is mondhatnánk neki azt, hogy bejön nekünk. Nem hiszem, hogy most már meg fog rajta sértődni. És adhatnánk neki egy rózsát is. Rózsát tessék. Virágot a virágnak. Közben egyébként a karizma skillünk is fejlődik. Elég jó, most már hármas szinten vagyunk. De ugye ezt, ezt, jó lenne akár tízes szintig is fölvinni. Bejön a maci. Az amúgy a jövendőbeli gyermekeinknek a mackója lesz. Remélem, remélem nem bánod. Úristen, ott volt egy szellem. Lent ott. Nem tudjuk megkérni ezt, hogy maradjon az estére? Nem lenne jó, hogyha elmenne. De egyelőre még nem látom azt hogy ez opció lenne. És most folyamatosan vissza akar feküdni, aludni. Komolyan? Jó, ne, ne, ne vidítsuk fel, hanem akkor folytassuk a flörtölős dolgokat, mert ahogy látom, a srác mindig nagyon flörtölős hangulatban van. És, ó, oh, az első csuk, az első csuk. <laughs> Jó, megvolt ez is, ez az! Grétának az első csukja. És akkor mit lehetne még? Invite to stay the night! Létszi, maradj itt estére. Pisi partit rendezünk, ez az! Meg lesz, meg lesz itt a Pizsi Parti, és tudunk panaszkodni a számlákról? Be kéne. oh, be kéne fizetni a számlákat, jó. Akkor ezt intézzük el, és le is feküdt aludni. Mertartó van rajta? Mi? Pasi! Mert ha nem pasi, akkor itt nem lesz baba. Try for baby. Jó, akkor pasi. Na akkor szerintem lépjünk túl ezen a dolgon, és <szerint> próbáljuk meg ezt a baba-baba dolgot. <szerint> hát köszönöm, nem tudom, hogy ki készítette ezt a szimet. De nagyon-nagyon jó pillanatokat okoztál nekem. Ezzel is való, valószínűleg elég sok másik embernek is. Kamilla is ide látogatott az akció végére. Megnézte, hogy Gréta hogyan viszi tovább ezt a fantasztikus kihívást. Jó, csináljunk egy, egy terhességi tesztet. Ez az. Jó. Oké, és ilyen innentől kezdve viszont lehet, hogy érdemes lenne bálteni a telken azt, hogy dupla babák legyenek. Aha. Jó, akkor ezt most kiszedjük. És beállítjuk itt azt. Van lay line. Oké. Okay és akkor vissza az élő módba. Milyen kis bögyös egyébként, Greta. Most nézem, vagy csak ez a ruha teszi azzá? Hú, nagyon a ruhád Zseni, <laughs> zseni. Ó, és papucs is van rajta. Ez az. Ő igazán gonosz. Kitalálom, valószínűleg akkor a harmadik tulajdonság az, hogy gonosz. Most már ki akarom deríteni. Legalábbis nagyon-nagyon remélem, hogy gonosz. Nem. Romantikus gyerekes is boldog. Hát akkor. Akkor ő nem gonosz. Pedig a papucs miatt azt hittem. Na mindegy. Akkor lett volna igazán, igazán epic kombó. És ahogy látom, Kamila egész éjjel itt fog nekünk kísérteni. Ami azért nem jó, mert valószínűleg tönkre fog tenni egy csomó mindent. Úgyhogy szerintem az lesz, hogy az ő szellemét is átküldjük, hogy az ő lelkét is átküldjük a túlvilágra. Mi van a cicussal? Valamit kírt, hogy valami van a cicussal. Éhes. De hát ott van a kaja. Miért nem eszik? Egyébként nagyon sokan megkérdezitek a mai napig, hogy hogyan tudom irányítani az állatokat. Ugye ez egy külön mod, amiről amúgy én készítettem is videót, Selectable pet néven meg is találjátok, és ott meg is mutatom, hogy hogyan kell letölteni, meg minden ilyesmi. Nekem nagyon hiányzott ugye a Sims 4-ből az, hogy lehessen irányítani az állatokat, úgyhogy én ezzel a moddal játszok, meg egyébként sok más moddal is de custom content és kérdésekre is ugye nagyon sokan kérdeztek, hogy honnan töltöm le ezt meg azt a custom contentet, vagy csak úgy alapból a custom contenteket. Hát az a helyzet, hogy én általában azt szoktam csinálni, hogy Pinterest-en rákeresek, mondjuk valamire, hogy babaszoba, és ott kiad egy csomó ilyen képet, és hogyha rákattintok a képre, akkor elvisz a készítőnek a weboldalára, tehát én az ilyen Sims Resource, meg ilyen oldalakat annyira nem szeretem, mert egyrészt, hogy tele vannak reklámmal, és nagyon-nagyon macerás letölteni őket, meg nagyon-nagyon nehéz is olyat találni, amit szerintem tényleg jó. Úgyhogy én ezt tudom nektek ajánlani, és akkor a készítőnek a weboldalán szoktam körbenézni. Általában ezek ilyen Tumblr-ös blogok, és onnan szoktam ezeket leszedni. Például az állatos cuccokat, amit még karácsonykor csináltam, azt kifejezetten így kerestem. Azokra kifejezetten így kerestem rá. Na jó, akkor kicsit kellene javítani Grétának a ésségén. Van is még egy kis maradék, hát remélhetőleg azt meg is tudjuk enni, és nem romlott még meg. És oké, okay, most a takarító nulla szimuláumért volt itt. De volt itt egy másik is, aki 51-et vitte. Most akkor kettő darab takarító jön hozzánk? Hogyha azt mondom, hogy lemondom a maidet, akkor mi történik? Holnap jön, vagy nem jön? Na ezt majd akkor kiderítjük. Hát akkor most várunk, most várunk arra, hogy ugye megszülessenek a babák. Egyelőre egyébként azt még nem látom, hogy uh, ugye nőtt volna a hasa Grétának, viszont szeretnék venni egy uh, futógépet. Akkor is, hogyha itt van mellettünk ugye az edzőterem, szerintem nem baj, hogyha van itthon is egy. Bár egyébként megnézhetnénk az edzőtermet is, de nem akarok folyamatosan töltőképernyőt nézegetni, és szerintem megengedhetjük magunknak azt, hogy vegyünk egyet itthonra. Ettől függetlenül szerintem majd most elindulunk oda, és meg is nézzük. Mm, azt viszont nem tudom, hogy melyik uh, ilyen gép foglalná a legkevesebb helyet, mert hiába nagy a ház, azért nem akarom azt, hogy ugye nem maradjon nekünk itt hely, és ezt hova rakjuk? Ezt hova lehetne rakni? Hol néz neki jól? Hát itt uh, elég furálhatna szerintem. Viszont itt van egy kihasználatlan rész. De valószínűleg ide nem nagyon tudunk építkezni. Hova rakjuk ezt? Ide kintre. Mondjuk eső, meg évszakok még nincsenek, úgyhogy szerintem lehetne itt. Hát nem tudom. Ennek kellene valami jó helyet találni. Itt ugye a bejárati ajtó van szó, szóval de nem tudom rakni. Itt az állatos cuccok vannak. Hát mondjuk, hogyha ezt a rakom, de hova? Akkor ott elférne? Esetleg valami más szín nem lehet nekik kiválasztani? mi jobban illene, a piros. Hát talán a piros jobban illik ide. És ezt akkor hova rakjuk? Ettől nem akarok megválni. Ez annyira, annyira fura, hogy ez, ezt, mindenféleképpen szeretném meghagyni. Mondjuk akár itt a füldőszobában is lehetne, nem? ez lehet még nagyobb, de inkább kisebbre szeretném most pont venni. Azért, hogy ide le tudjam rakni, de... Ah, nem, az megmarad sajnos, hogy... Ez amúgy egy baromi nagy item lenne. Ehm, um, akkor legyen ott. Tudom, hogy nem a legjobb hely, de legyen ott. És akkor ezt kipróbálhatnánk. Ó, gonosz workoutot tud csinálni. Igen, meg gonosz ugye alapból Gréza. Megkapta azt a tulajdonságot, hogy ő gonosz. Nem tudom egyébként, hogy ez mitől lenne másabb, mint a sima workout, de ő most így legalább nagyon gonosznak érezheti magát. Jó, hát szerintem akkor ezzel megvoltunk. Nézzünk le akkor a gymbe, hogy ott uh, milyen lehetőségeink vannak, illetve hogy hogy néz ki, esetleg majd tudunk-e ott is ismerkedni. Travel, egyedül szeretnék menni. Cicát most itt hagyjuk, nem visszük magunkkal az edzőterembe. És... Remélhetőleg így kiválasztható lesz. Ha nem, akkor, akkor lehet, hogy mindig le kell ide sétálnunk, és akkor csak úgy tudunk oda elmenni, de nekem azért az fura lenne, hogy ennyire nehezen elérhető lenne itt az edzőterem. Főleg azért is, mert ugye, aki nem ebben a háztömbben lakik, az el se tud ide jutni. Aha, jó hogy itt tudunk elmenni a gymbe. Ami ezt még soha nem is néztem meg, hogy itt ez a környék hogyan néz ki. Annyira mindig csak álom volt, hogy beköltözünk ide a luxus negyedbe, hogy, hogy nem is szemezgettem bele. De valószínűleg azért itt is elég durva edzőterem lesz. Aha, Sky Fitness. És... Komolyan, csak betölti pluszba ezt a házat, ennyivel lett több, hát... Ebből az erővel simán egybe lehetne a mi házunkkal, és egyébként milyen jól néz ki innen. De a régi külsője van meg. Nem az, amit én átépítettem. Hogyha jól látom, igen, mert ez se az, ez az emelet se. Hát jó. Hát jó. Akkor viszont jöjjünk ide. És akkor nézzük meg, hogy itt milyen emberek vannak. Itt egy hölgyemény. Itt egy uraság. Aztán itt van Gym Trainer. Trinity Masters. Ismerkedjünk vele össze, hát ha, hát ha ő valamire meg tud minket tanítani, gondolom, fel lehet kérni arra, hogy ö, legyen a személyedzőnk, Bár itt nem nagyon látom ezt a lehetőséget. Actions, nem? Friendly? Esetleg itt? Egy kis pénzért cserébe nem szeretnél engem edzeni? Hát nem látom ezt a lehetőséget, pedig ő edző, tehát... Elméletileg tudna nekünk ebben segíteni. Jó, akkor próbáljuk ki ezt a futópadot. Hát, hátha. Ugye alapból ennél a edzőteremnél sokkal nagyobb kedvel állnak neki a szimek edzeni, illetve sokkal gyorsabban is fejlődnek. Láthatjátok, hogy ugye megjelenik körülötte ez a rengeteg pluszjel, meg ez a rengeteg villanykörte, ez azt jelenti, hogy ilyenkor gyorsabban fejlődnek. Mert hát nyilván energize hangulatban még gyorsabban fejlődik. És amúgy ide jött nekem most segíteni, vagy sem. Jó, push the limits. Ó, és kiadtam neki, hogy tolja túl a dolgokat, szóval ne törődjön azzal, hogy esetleg ez az edzés már sok lenne számára, és holnap nagyon izomlázas lesz, és még ide jött boxolni. Ó, és ide jött nekünk segíteni az edző is. Király, akkor nem megkérni kell, hanem automatikusan odajön, hogyha ha látja, hogy elkezdünk edzeni. Így mondjuk van értelme lejönni ide. Azt mondom, hogy így van értelme ide lejönni, mert nyilván otthon nem lesz személy Valószínűleg nem lehet ő házhoz hívni. Bár egyébként az is tök király lenne, hogyha házhoz lehetne őt hívni. És most hányos szinten van neki a fitness? Hármas. Milyen négyes szinten lesz neki a fitness? Ezt akár ki is maxolhatnánk, bár nem tudom, hogy mit tudunk kezelni egy tízes fitness killa. Valószínűleg pénzt sem tudunk belőle keresni. És ugye a is kezdtük el nála fejleszteni, úgyhogy lehet, hogy tényleg arra is kellene koncentrálni. Ó, oh, viszont jó barátok lettünk. Király, trinity jó barátok lettünk. <laughs> hát akkor legközelebb, hogyha jövünk, akkor, akkor már el tudunk vele is társalogni. Ez egyébként azért is jó, mert hogyha ugye egy darabig nem ismerkedünk, akkor is van lehetőségünk csak barátkozni. Nyilván az is fontos, nem csak a szerelem fontos az életben, hanem a barátok is, és most szereztünk magunknak egy új barátot. Meg gondolom ezzel akkor a karizmája is növekedik, ami pedig segíteni fog nekünk abban, hogy ismerkedjünk srácokkal. Na most megint itt volt egy takarító, meg egy gardener, és levonták a pénzt. Szóval ezt én nem értem, hogy ez most így miért működik. Lehet, hogy én rontottam el valamit, de majd akkor ennek azért utána járok. És ha nagyon éhesek lettünk, viszont egy hekkel is szerintem azért megpróbálhatnánk. Úgyhogy uh, more choices és hack. Szerintem egyből a Lotario Trust Fundot meg is próbálhatnánk. Ugye ez valami adomány vonal lehet, hogy valami hasonló. Szóval nem szép dolog ellopni mások adományát, de tehát most ebből él. <laughs> ebből él Gréta, szóval nincs mit szépíteni. Nincs mit szépíteni ezen a dolgom gonosz hackerek vagyunk, de ez illik is igazából a tulajdonságaihoz. Jó, 102 szimulán sikerült szereznünk. Ezzel fedeztük a kertészt és a takarítót. Ez annyira nem szerencsés. Jó. Viszont azt írtátok, hogy a könyvírással és a hekkeléssel együtt viszont nagyon sok pénzt lehet keresni, úgyhogy lehet, hogyha, hogyha meg lesz neki a maximum szint a hekkelésből, akkor elkezdjük még fejleszteni neki a könyvírást is, meg akkor már a, a fitness is, és akkor egy ilyen nagyon maxos anyuka lesz nem állunk meg annál az egy skillnek a fejlesztésénél, amit ugye alapból elterveztünk, hanem akkor, a tényleg többet is ki lehetne neki maxolni. Igazából még eléggé fiatal, és szerintem már egészen sok mindent tud ahhoz képest, hogy ennyire fiatal. De hát uh, nyilván ez azért is van, mert most ugye még egyedül van, tudunk vele normálisan foglalkozni, nem kell folyamatosan síró babákkal uh, élnünk az életünket, szóval Ilyenkor tud igazán kiteljesedni. És hát kezd fáradt lenni, meg éhes. Ezeket leszetethetnénk, mert ebből elég sok pénzünk lesz. Még szerencsé, hogy elhoztuk egyébként ezeket a bokrokat. Elég rossz helyzetben lennénk, hogyha ez most nem lenne. Jó, szerintem ennyi programozás most így mára elég. És akkor még gyorsan rendben, rakom, és akkor lefektetem aludni. Van amúgy még kaja a hűtőben, amit meg tud enni? Remélem nem romlott még meg jó, 4900, ez pont elég is lesz arra, hogy a következő héten befizessük a számlákat. Úgyhogy ö, emiatt nem kell aggódnunk, hogy ugye nem fogunk tudni megélni itt a gazdag negyedben. Így jó, még akkor gyorsan menjen el és akkor utána szerintem aludhatna is. Hanyadik harmadban vagyunk? Második harmadban. Az azt jelenti, hogy valószínűleg akkor a következő részben fognak megszületni a babák, de szerintem ezzel nincs is baj. Ebben a részben is egyébként baromi sok minden történt, hát... Ö, Például a Móriczka, igen. <laughs> Szeretne minket meghívni, reggelizni. Hát most nem, sajnos, mert nagyon fáradtak vagyunk, és most jöttünk. De nagyon szépen köszönöm, kedves gesztus volt tőled, te szexi fehér nem is, Móriczka. Te <laughs> egyébként tök aranyos csak. <laughs> kicsit fura, kicsit fura a srác. De miatt nem kell, nem kell lenézni, vagy másképp tekinteni rá. Én azt mondom, hogy mindenkinek van egy egyedi stílusa, és hát neki nagyon egyedi a stílusa. És arra vagyok még kíváncsi, ha most fel kell, akkor tud-e újra hekkelni. Lotario Trostfandot nem tudja, de a lámakon Lisszervet igen. Szóval akár meg is próbálhatná azt, és mindig a második harmadba vagyunk. A harmadik harmadban 16 órán belül fog belépni. Jó. Egyre drágábbak ezek a takarítók, hey, Kás, Úgy volt, hogy nekem ez ingyen jár. Hát ott van, ott van, Serviced Apartment, benne van a maid service És akkor ennek ellenére jön a maid és azt mondja, hogy hard the hard, én azért elkérném a pénzt Igen, jó barátok lettünk trinity vette is ismered Trinity-t? Az érdekes, mert most költöztettelek be a rész előtt, mikor ismertétek meg egymást? Gyanús, gyanús nekem ez a srác, nagyon gyanús most már tud csinálni freelance work -öt. Aha, szóval ilyen szabadúszó munkát. Akitónak is tetszik az, hogy jó barátok lettünk. Tök jó! És 62 szimulant kaptunk ezért a hekkelésért. Igen, amúgy maga a hekkelés nem fizet sokat, de valószínűleg azért ez majd később jó lesz. Freelance work az hogy néz ki? Nézzük csak meg. Ezzel így óránként keresünk, vagy amikor befejezi. Aha. Oké. Okay. Szóval itt ilyen újdonságokat tesztelünk. Na mindegy, majd meglátjuk. Kíváncsi vagyok, hogy ezzel tényleg mennyi pénzünk lesz. Ez a cica, ez azóta itt alszik. Megmozdultam úgy, így a része leje óta, vagy mindig csak akkor jövök ide, amikor éppen itt alszik. Nem tud onnan lejönni, vagy mi van vele? Nem tudja, nem tudna onnan lejönni, nem? Lehet, hogy a kávégép miatt. Cica, Ó, oh, oké. Okay. És most... <laughs> jó, szegény macskát kiszabadítottuk. Öh, oda piszkított és elszökött. Zseniális. Hát mondjuk nem csodálom. Ki tudja amúgy mióta volt ott. Jó, posztoltunk róla, úgyhogy most már vissza fog jönni. Valaki majd megtalálja, visszahozza nekünk. És ebből már nem lesz nekünk probléma. 7 órán belül a harmadik harmadba lépünk. Ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve már bármikor beindulhat Úgy a szülés. És végül befejezte ezt a freelance work -ot? Continue freelance work, jó, nem fejezte be. Kíváncsi vagyok rá, hogy ezzel mennyit keresünk meg, vagy ez pontosan hogyan is működik. Elméletek, most már mindjárt be is fejezi. Ó, oh, remek, sikerült. Sikerült bepisilni, ez mondjuk tényleg eléggé kellemetlen. Most még emiatt is rosszul érzi magát. És visszatért a cicánk, úgyhogy kellene őt üdvözölni. Úgyhogy adjunk neki egy big treatet, azt szerintem értékelni fogja a cicus, és látnánk róla egy simstagram képet is, mondjuk nem a bokánkról. Ez is nagyon szép, én nem azt mondom, hogy nem szép a bokánk, de lehet, hogy ennél tudnánk jobb képet is csinálni. Így lehet elforgatni, de én úgy így, ilyen fotót szeretnék. Bizony, bizony. És lehetőleg úgy, hogy az egész cica benne legyen, mondjuk a farka is. Nem tudjuk? Arra, nem. Jó, akkor a cica nem lesz benne. Nekem úgy is jó. Csak ilyet vakuval is, meg... Hogy, aha, most kell kikapcsolni a vakút. Meg valami filtereset. Mondjuk ilyet. Jó. És kaptunk 25 followert, király. 25 követője van már most a macskámnak, oké, okay, katasztrófa. Ennyi alvás szerintem elég, és akkor, hogyha megvolt ez, akkor még kicsit rendbe szedem, és akkor ezt a freelance work befejezzük. Mert most már tényleg érdekel, hogy uh, mi a jutalom, hogyha ezt a munkát sikeresen teljesítjük. Közben egyébként szerintem már belépett a harmadik harmadba, ugye? Igen. Fú, 86 simulont elkért a kertész. Az durva, ez meg most nulla simulont akart. Fura, ez meg 58. Akkor most kettő darab takarító jön hozzám, és egy kertész. Oké, okay. ez mondjuk így érdekes. Ez a ruha mondjuk nem biztos, hogy előnyös akkor, amikor terhes. Én azt hittem, hogy át fog öltözni akkor, amikor terhes, de úgy nem. És akkor szerintem most már be fogja fejezni. Ó, ennyi hiányzott volna, Ridi. Tényleg? Ezt nem a be? Na jó. Remélhetőleg akkor most már be is fejezi. És mi ez a sziszegés? Sárpánik safront, hogy gyújtunk? Esetleg? Ó, hogy egyenlőre még nem is tudjuk, hogy mi lesz a fizetésünk ezért cserébe. Hát jó, jó. Akkor úgy látszik, ez majd a későbbiekben fog kiderülni. Gondolom akkor holnap reggel, általában úgy szokott ez kiderülni, vagy amikor jön a postás, lehet, hogy az hozza a híreket, de nem hiszem, hogy egy számítógépes munkánál a postás levélben hozná meg a híreket, hogy mennyi pénzt kapunk, úgyhogy majd meglátjuk, meglátjuk. Viszont szerintem ennyi is lett volna ez a rész, remélem tetszett nektek, ha tetszett, akkor mindenféleképpen lájkoljátok, írjatok valamit a résszel kapcsolatosan, írjátok le, hogy nektek melyik volt a kedvenc jelenetetek ebben a részben, bár egyébként már most előre látom, hogy sokan mit fogtok írni. Úgyhogy hát köszönöm, hogy itt voltatok, Andi voltam, sziasztok!